János, ülök ki meg én. Mert akkor ez a 12-es. A 12-es. Volt, na, miért? Jó, hát a 12-es is a bizottságos tárgyalta. Nem tudom, hogy kell-e valamit hozzáfűzni. Mi a bizottságnak az volt a javaslata, igen, hogy ezt az épületet bizonyos kikötésekkel levehetnek a nézők számára, hogy fogad összezőre van szó. Igen, a tévészámára fogad. Jó, tehát Kecskés János kérelmet nyújtott be, mert szerint a 494 helyrajzi számú ingatlannál a lévő helyi védettséget szerette levetetni. Ő készült erre egy statikai szakvélemény, melyet nem ítélt elegendőnek a tervtanácsunk, és így tulajdonképpen készült egy felmérési rajz, mint amit a Szába Pál készített. Ez fölmérte által szedték a házat. Nem volt benne olyan kitétel, mely azt mondta volna, hogy ez a ház ez valami különleges, tehát magyarul, hogy stápolta volna a statikusnak a véleményét, mert azt ígérte meg, hogy ez egy régi ház, egy felújítása rendelkezésen nem oldható meg, de vannak olyan értékei, amelyeket ugye célszerű lenne megvédeni. Most a védelem az annyit tesz, hogy a verandájának a korlátja és annak a fala az, ami úgy tűnik, hogy az egy védett értéket képviselne. A Gyula intéztel beszéltünk ugye itt a Jánosra, és ebben a Gyula, és ugye itt a Jánosra elmondta azt, hogy ő nem kívánja ezt az épületet lebontani, de ezt a védettséget le kellene, hogy vegyük róla, és ad abszolútom azt is vállalja, hogy ha ezt a valaha, ugye nincs neki kerülje, vagy bárki ezt megcsinálná, akkor a helyi védettség alatt maradna ez a korlát, illetve elkerítés. Jól foglaltad össze. Itt nagyon sokat gondolkodtunk rajta a főépítésszel. Egyrészt a tervtanácsot ezt elmondtad, ez végigment, ott ugyancsak a statikai volt. A döntés, tehát a javaslat az lett volna, és azt mindenki el is fogadta akkor, hogy ugyan vegyük le a védelmet, de valamilyen módon szerettük volna ezt az épületet. Tehát az épületnek nem semmi mást, a tornácot, a tornácnak az elemeit megmenteni. És emiatt én beszéltem a Jánossal erről, hogy az lenne az elképzelés, hogy nem bontja el, csak amikor nyilván nem fogja elbontani, mert nem akar még erre is gondolom költeni, hanem akkor, amikor az új épületre, tehát oda tervezendő új épületre építési engedély kérelmet nyújt, amiben azzal a pillanattal legyen megszüntetve a védelem. Tehát ez azért lenne jó, hogy neki legyen egy olyan papírja, ami azt mondja ki, hogy erről a védelem. Tehát ne korlátozza adott esetben az eladásnál. Tehát a vevőknek ez ne legyen vörös poszta, ez a probléma. Tulajdonképpen erről szólt. Mindenféleképpen elég kell, hogy kerüljön településképi védelemre, ami ott a tervezésre kerül. Akkor, amikor ennek a felmérése elkészült, és hogy ezt a tornácot most hol tudjuk megépíteni és hol nem, akkor nekem is, meg a Száma Palinak is az volt a véleménye, hogy nem föltétlen biztos, hogy ezt a tornácot ott kell megépíteni. Mert hogyha most valaki oda egy olyan stílusú épületet épít, amihez most csak hozzá kéne kilódni ezt a tornácot, akkor ez baj is. Tehát egyrészt akkor azzal nem nyerünk semmit, mert az csak erőlködés lesz. Ami elképzelhető lenne, hogyha tényleg az van, hogy ennek olyan szép, olyan módon történne meg az elbontásának a tornásznak, hogy nyilván visszaépíteni nem lehet ezt a tornácot úgy, ahogy van. Ezt leírja a Pali is, hogy már kezdeti, tehát már az volt a meglátás, hogy már az építés korában is sem volt annyira professzionális szerkezetből, meg anyagból ez megcsinálva, hogy az egy örök darab legyen, de ettől függetlenül próbáljuk meg megőrizni. És akkor akár egy másik épületnek tehát a felmérés az nagyon szép, hogyha ennek az elemeiből valamilyen módon meg tudnánk őrizni, akkor egy másik épület, hogyha itt bekerül az építés, tehát a főépítés szerint településképi védelem, vagy településképi
dolog miatt egy olyan engedély, ahol mondjuk egy hasonló kaliberű épületet szeretném, akkor lehet összehasonlni. És egyetlen egy baj van, ez volt akkor is a problémám, hogy mindent szerethetnénk, hogyha ezt valamilyen módon tudnánk segíteni. Tehát, hogy egy építetőnek, aki csinál egy tornácos házat, azt mondja, hogy figyelj, szeretnék, hogyha jó helyen van, látják mindent, építs meg ezt a tornácot, ahhoz nekünk kicsit hozzá kéne tennünk a történethez. Tehát nem csak ajánlani kérne. Úgyhogy mindentől függetlenül én azt gondolom, hogy mind a két vélemény, itt látta, olvastátok a tervtanácsi tagoknak az e-mailes, kör-e-mailes véleményeit, a János itt volt, a Pető János, az Emőke itt volt, tehát akik tagjai a tervtanácsnak, ők is elmondták a véleményüket, én erről ennyit tudnak hozzátenni. Köszönöm a szót. Ugye mindjárt az elején megalapítottuk a bizottságülésen, hogy akár a ház, akár tornác, akár bármilyen anyag, amit oda beépítettek, az nem minőségi anyagról beszélünk. Közben eltelt az idő, hogy az egyik vélemény az volt, hogyha bármilyen bontás van, annak a tárolás és az egyebek, az azt jelenti, hogy még rosszabb állapotba kerül, és nincs olyan Isten, amit is kérdezem, hogy szerinted el tudsz képzelni olyat, hogy bármilyen új házba ezt a robot oda beépíti valaki. Hát gyerek, hogy tegyük helyre, hát ez butaság. Akkor megalapodtuk abba, hogy nem variálunk, leveszünk a védelmet róla. Ugye, és azt mondtuk, hogy az egész dokumentálás az megvan, tehát dokumentálunk az épület, leveszünk a védelmet, nem akkor, hanem most. Már ez volt a határozati javaslatunk, azért el ne felejtsük. Azonnal leveszünk a védelmet róla. Mert egyszerűen horror áll ennek a megóvása is, és ezt nem kötelezhetjük, illetve azt mondta, hogy egy esetben kötelezhetjük, az önkormányzat benyom a pénztárcába, és azt mondja, hogy ez neki fontos, és akkor ezt megcsinálja. Le kell venni róla a védelmet. És egyszerűen bízunk a János lányhorsi tiszteletében, vagy szeretetében, akkor azt mondja, hogy itt ez a tornác, és ha valaki ezt föl tudja használni, vagy odaadja, vagy beépíti, vagy valami csinál. De ne kössük már ki, hogy akkor, amikor meg, mert ez a vevőt elriassza, bármennyire azt hiszed, hogy nem elriassza. Hogy majd, amikor te megveszed, utána kerül, és ha nem, és egy másik testület jön. Na. Tehát maradjunk annyiból, hogy a határozott javaslatot leveszünk, leveszünk, ott. Ez volt a bizottság, ezt szavaztassuk meg, és akkor kész. András? Én is így emlékszem, hogy utána mondtam, hogy abban maradtunk, hogy vegyük le. Ami fontos, hogy aki akkor nem hallotta, még a bizottságot sem kiveséztük, ez egy olyan ingatlan, ami nem látható. Tehát az utcáról nem látható, nem élvezheti senkinek a látványát, tehát nem egy flekkenkártyán lévő ingatlanról van szó, hanem olyan helyen, ahol nem látja. Ha ezt így megőriznék az örökké valóságnak, akkor is csak a következő tulajdonos élvezhetnének a látványát. A közemberek, az egyszerű járókelők, meg mindenki más csak fénykép alapján láthatná. Ez innentől fogva sokat befolyásol az ingatlan sorsáról. Abból is maradtunk, ezt bevetettem fel, hogy szerintem nagyon jó lett, hogy esetleg adókedvezmény jelentős, de nem a most jelenlegi adókedvezmény, hanem hogyha ezt a elemeket valaki vállalná, és akár lehet lépnünk, hogy ezt az elemet akár, aki ide költözik, több ember is felvállalhatna, hogy ezek a sajátos lányfalusi elemek, ezeket fel lehet használni az épületeknél, és aki ilyeneket épít, azoknak adnánk valami fajta adókedvezményt. Tehát, hogy ebben lehet esetleg elindítani egy folyamatot, hogy szeretnék, hogyha ilyen hasonló épületek épülnének, ez egy jó minta lenne, le van fényképezve, el is raktározhatjuk a darabokat, bár annak a raktározásnak úgy tudjuk, hogy a sorsa eléggé furcsa lenne. Tehát mindenképpen azt gondolom, hogy erre most le lehet venni ezt, és amivel alá lehet támasztani, az pedig az, hogy az elmúlt időszakban az önkormányzat több ingatlan nyáról levétetett ez a helyi védettség úgy, hogy nem járta meg ugyanezeket az utakat, tehát egyszerűen csak a strandbevetés területen lebontottak egy ingatlan, volt rendőrlakást, és a testület egyszer jóvá hagyta. Fönt a volt Méhészeti Kutatóintézetnek a átépítése is egy furcsa módon történt, ott se járt, az is rossz volt, lebontották, jóvá hagytuk. Itt arról van szó, hogy egy jógazda módjára ápolt épületet valaki megőrzött, ezért rosszabbul jár, mert azért meddig is tárgyalódott, megőrizgette, most még rásúgolnák azt, hogy akkor ne tudja eladni, ne tudja azt tenni, amit szeretne. Én azt gondolom, hogy nyilván ameddig ez így működik, addig megőrzi a János, ha egy új tulajdonos jön,
Lehet, hogy szerencsénk van és fölvállalja, hogy ezeket megőrzi, ha pedig nem, én ezt javasolnám, hogy a bizottság foglalkozzon ezzel a témakörrel, hogy gyűjtsük össze ezeket a jellegzetes lányfős épületeket, ebből csináljunk valami terv dokumentációt, és a későbbiekben esetleg lehetne ezt javasolni, hogyha ki ilyeneket szeretne építeni, vagy lát el a fantáziát, az támogassa, hogyha felünk fontosak ezek a múltbéli épületeknek a jellegzetességének a megőrzése. Úgyhogy ezeket szerettem mondani. Én javaslom, hogy akkor én nem arra fogok szavazni, amit a bizottság döntött, annak lényeg, hogy javasolni. Kami? Köszönöm szépen, bár én nem voltam itt, de az elnök úrtól megkaptam a teljes anyagot, mind a felméréseket, mind a szakvéleményeket, mind pedig a tervtanácsi véleményeket. A tervtanács egyértelműen úgy állt a dologhoz, hogy valamilyen úton, módon meg kéne óvni ezt a házat, annak ellenére, hogy nem olyan anyagokból épül, de a maga stílusa teljesen elfalusi. Ennek ellenértékeképpen valamilyen módon, akár csak erre az egy épületre, akár a András által említett többi esetleg felmérendő épületre, épülettel kapcsolatban meg kéne gondolni, hogy kidolgozzunk egy olyan feltételrendszert, hogy aki tulajdonos egy-egy ilyen épületet megőriz, felújít, akkor kedvezményekhez jutna az önkormányzat részéről, a falu részéről. Én arra gondolok most építészként is, és azt hiszem, hogy sokan a tervtanács mindenképpen így nyilatkozott, vagy így nyilvánult meg. Jelenleg nem döntenék arról, hogy levenni róla a védelmet, abban az esetben, hogyha elkívánja adni a jelenlegi tulajdonos, akkor a következő tulajdonossal kellene nekünk, mint önkormányzatnak és mint hivatalnak megegyezni abban, hogy milyen kedvezményeket tudjuk juttatni annak fejében, hogy beépítik, hogy felújítja és a másik épülettel szervesen összekapcsolja ezt a házat. Nem tudom, Gyula, te láttad, te ott voltál, én nem láttam. Én azért láthatatlanban ebben a megoldásban gondolkodnék, mert ez nem gátolja a jelenlegi tulajdonos abban, hogy értékesítse az ingatlant, és mégis lehetőséget nyújtana nekünk arra, hogy egy lányfalusi, még hogyha egy középkategóriájú, de lányfalura tipikusan jellemző és sajnos egyre ritkább épületet meg tudunk esetleg őrizni, teljesen vagy részleteiben. Akkor, ha már megszólítottál az épület... Nem kaptál szót, ne arra úgy. Igen. Köszönöm a szót. Átadom Gyulának, ami érintett, ha egy lehetőség után jelentkezett, és úgy gondoltam. Köszönöm szépen. Akkor én a következőt javaslom. Egy, hogy úgy eladhatatlan az épület, hogy rajta van a méter. Nem fogja, kifordul a vevő. Jelen pillanatban elhangzott a bizottságülésen, Gabi nem volt ott, neki mondom, hogy ha nem lett volna ilyen jó ez a tanulmány, akkor a tervtanács valószínűleg elutasította volna. Ugye ez is elhangzott. Azok részéről, akik a tervtanács tagjai voltak, tőlük hangzott el az információ. Kettő, annyiban kapcsolódnak a Gabihoz, csak más formában, hogy az új tulajdonos, ha ezeket az elemeket, tehát új elemeket, de ezt a tervet ugyanilyen házat épít, tehát magyarán megőrzi a jellegét, ez az épület, az új épület, akkor az önkormányzattól valami támogatás kedvezmény kap, valamilyen formában, amit kidolgozott. De az biztos, hogy nem megy, hogy a gyerekek egy tízszeresen fölújított házban kell tudjon adni. Nem megy. Kész, kifordulnak. Én azt mondom, hogy amit a bizottság döntött, az ragaszkodjunk azért, mert ott minden érdekelt és érintett elmondta. A tervtanács tagjai mondták, hogy ha nem lett volna ilyen, akkor kész, akkor azt mondták, hogy bontsák már hónap. Kiderült, hogy egy nagyon szakszerű vélemény volt, ezt egyből már be lehet tenni oda. A János eladhatat, nem tudja vele mit kezdeni, hát nem tud egy ilyen épülettel gyerekkel. És dől lefelé, hát össze fog dőlni. Tehát ha egy évig nem csinál semmit, mert nem lesz jó gazd, akkor összedől, ugye ez is elhangzott. Tehát én szerintem amondó vagyok, hogy vegyük le róla, segítsük, és az új építkezésen pedig az legyen, hogy adjunk kedvezményt, ha ugyanilyen stílusú házat épít föl. Köszönöm. Annyit akartam mondani, hogy igen, voltam kint.
Valóban az van egyébként, hogy annak az elvárt jó karbantartási kötelezettségének elégedett a János. Tehát, hogyha ha nem törődött volna ennyit a házzal, akkor ez a ház már igen felborult volna. Gyakorlatilag úgy néz ki, hogyha a fotókat is láttad a doksiba, a tornácnak a tornác lábazata, azt gyakorlatilag már így járt. Tehát, és nagyon korrektül meg van oldva a csapadék vizelvezetése. Tehát mondom, tehát szerkezeti repedéseket jól vannak rajta, de föl lehetett volna borítani. Tehát nem véletlenül írja azt a Mózes is először, hogy a legracionálisabb döntést csak a bontás lehet, mert nem tudod fölújítani. Azt az épületet most csak arra, hogy konzerváljuk, mert ez csak konzerválni lehetne. Ennek a felújításait azért kiveséztük ezt a bizottság ülésén, és ennek neki állnak, hogy aláalapozni, se alapja nincsen, semmi. És egyébként pedig egy vegyes kőfal, tehát egy agyagba rakott vegyes kőfal maga a szerkezet. Addig, amíg ez fénykorában volt egy szép kis hálóztató épület, de már meg kellett bővíteni, mert akkor nem volt korszerűsítve, mögé lett falazva, WC, fürdőszoba, egyebek, tehát egy ilyen fél sufniba. Én úgy érzem, és a paliéknak is ez volt, hogyha a jelenlegi állapotában lakatlanul ott marad az épület, akkor gyakorlatilag a védett szerkezetek is tönkre fognak menni. Tehát én független attól, hogy nekem is a szívem szakadt meg ebben a történetben, ennek a megvédését, hogy ennek a tornácnak a védelme meglegyen, ez csak azzal a dologgal megy, hogyha azt, mert akkor elválhatjuk. Mert egyébként, hogyha most bármikor fölborítatta volna, bármikor történhetett volna vele valami, és nagyon-nagyon korrekt, és ráadásul még egy dolog van, hogy itt van egy szuper dokumentáció a házalon. Tehát egy nagyon szép dokumentáció van róla. Tehát, és tényleg az volt egyébként Pereházi úr is idézte, valóban az volt, hogy nem készül ilyen fantasztikus felmérés, amit a Szálló-Pali csinál, akkor mert kint a helyszínen nem volt senki, rajtam kívül. Tehát ezt a helyszínen nem látta senki, de ahhoz helyszínre ki kell menni, ott akkor be kell menni az útvarra, föl kell menni a dombra, és akkor ott meglátod a házat, mert egyébként nem látszik, valóban nem látszik az útról. Ez azért nem igaz azzal kapcsolatosan, mint hogyha ez a Szent Imre hercegen vagy bárhol máshol lenne, hogy ott nyilván azt mondanánk, hogy szó se lehet róla, hogy egy ilyen átépíteni, még mindig átépíthette volna valaki a Szent Imre herceg útján is, ahogy egyébként a mélyészeti kutatók széttépték és újraépítették, ott is az utca, a udvari homlokzat, az egy nagyon csúnya dolog volt. És oda sikerült elérni. Én azt gondolom, hogy ezt a tornácot meg tudjuk menteni. Egyébként nekem véleményem az, hogy egy ilyen dokumentáció mellett azoknak a faelemeknek, azokból a tornác elemekből, hogyha ezért van nekünk helytörténeti múzeumunk. Én azt gondolom, hogy a helytörténeti múzeumnak ez is egy feladata lenne, hogy ilyeneket megőrizzen. Viszont ott van egy doks, és mellé rakod a támaszt, faragást, mit tudom, ilyeneket. Én azt gondolom, hogy ezzel a doksival még mindig többet élnék, hogyha ennek a levétele megtörténik. Itt az előterjesztésben van egy hiba, nem a hész módosítása során történne meg mert annak nincs, tehát ez a két dolog nem függ össze ebben az ügyben. Viszont akkor én rendben van, ezért mondtam, hogy te láttad, de akkor viszont hiányosnak érzem az előterjesztést, és mindenképpen valamilyen módon bele kéne tenni, hogy de levesszük, értékesíthető, de a tanulmány és a meglévő anyagok mindenképpen a következő tulajdonos kötelezzék. Mire? Nem tudom. Gabi, az a probléma vele, hogy kötelezni nem kötelezheted, mert egy 3000 négyzetméteres ingatlan. Tehát ami azt jelenti, hogy 250 négyzetméter bruttó beépíthető felülete van. Tehát itt egy pici kis háromosztatú épülethez ez nem fog beférni. Hogyha ezt meg tudjuk védeni a tornásznak az elemeit azzal, hogy ezt akkor vegyük bele a tornásznak a megmentését, és akkor kész. De nem kényszerítés. A kötelezés erős volt, de majd, hogy nem felkínáljuk neki a lehetőséget. Így van, tanulmányt és az anyagokat. Így van. Úgyis ő fogja elbontani. Egyrészt ő fogja elbontani, másrészt viszont kifejezetten előnyként kéne
számára ezt prezentálni, hogy ez a rendelkezésre áll. Nem kötelezni. Igen. Mert neki is hasznos egy ilyen kincs. Persze. Hogy... Ja. Én ezzel így egyetértek. Csak nem tudom, hogy a határozatot, hogy... Csak hogy ezt hangozzon el, hogy a tanulmány, ami ilyen tökéletes is került, nem volt olcsó, ez szintén a tulajdonos finanszírozott. Tehát ez nem a terv tanács, nem is mi, hanem a tulajdonos számára volt elő, és ezt nagyon szokszerűen megcsináltatta. De ez egyértelműen csatlakozik ahhoz, amit én mondtam, igen, hogy amikor viszont értékesíti az ingatlan, akkor ezt a tanulmányt is a vételárban, igenis, meg a fennálló, a védettség alatt álló és a mai napig is értékes elemeket, majd hogy nem érvényesítenie kell, érvényesíteni fogja tudni a vételár kialakítása során. Hát persze. Nem fogja tudni a vételáson értékesíteni, nem érdekli, ha valakit nem érdekli, akkor meg eredeti állapotában fogja visszaállítani úgy a házat, hogy hogy van. Különben nem érdekli. Nézzétek meg, lányom az új háza, 90%-a senkit nem érdekelt. Az előző tulajdonos házában azért volt érdekelt, hogy ilyen szépen megcsinálja a házat, mert kedvezményt kapott. Nem tudom, hogy érthető, ad kedvezményt. Ha azt mondjuk, hogy ha ilyen épületet hoz, akkor kedvezményt kap, és erre a két építés is van, hogy milyen kedvezményt adunk, mennyit adunk, akkor rendben van. Akkor valószínű érdekelté teszünk abba, hogyha ezt megcsinálja eredeti állapotába, vagy legalábbis megközelítő állapotába, amit jóvá hagy akár a tervtanács, azaz ti, értetek hozzá, akkor kap valami adókedvezményt, hogy megmentje le. Igen, akkor ezt így elfogadom. De nem az, hogy rátesszük meg le, mert nem. Ha ott van, és ezt őrizni, hogy ezt az épületet nem, vagy a, hogy mondjam, ez a tornászelmeket nem fogja beépíteni, semmilyen új házban nem fogja beépíteni. Honnan tudod, egy ilyen tornácot épített, csak nem egy ilyen tornácot épített, ugye, de vadonatúj anyag volt. Hát teli van gombával, meg minden. Jó, az egész. No. Tehát ezzel a megjegyzéssel egyetért. Akkor én megpróbálom megfogalmazni, hogy jó, egy kicsit már bajjárnak. A Lányfról Nagyközség képviselő Kecskés János úr 2014. augusztus 18-án kérelmét megismerte, és 2016. Lányfalú Hunyadi János utca 4 szám alatti 494 helyezett számú ingatlan helyi védettségből történő kivételéhez hozzájárul. Azzal a kitétellel, hogy a tornác elemeit a jövendőbeli építetőnek megvédésre javasolja. Én jobban nem tudtam kitalálni itt a elhangzottak alatt. Mit javasolsz, hogy megvédésre javasolja? Igen, olyan kitétel nem lehet, bocsánatot kérem, hogy mert tényleg az az érdek, hogy ilyen eredeti állapotában legyen. Hogyha ilyen eredeti állapotában, vagy megközelítőleg ilyen állapotában fölépíti, akkor az önkormányzat, vagy a helyhatóság, vagy a bizottság, nem tudom, az bizonyos kérdezővé. Javasolja, és ehhez stílusát megjelzi. Ehhez anyagi támogatást. Kedvezmény. Nem anyagi, de anyagi. Kedvezmény, így ott van. Tehát, hogy kedvezmény. Nem érzem igazán, hogy minden az a tervtanács is úgy fogalmazott, várj visszakeresen. Akkor tudjuk, hogy a tervtanács a tervet, ha úgy jó, akkor mondjálod meg a figyelet. Azt mondja, hogy adókedvezmény. Nem. És ezt különben ki lehet ereszteni általánosan, hogy valaki egy hasonló építeni. Adjunk kedvezményeket a beépítési módban, illetve például két épület, kisebb előkert, nagyobb beépítési százalék, vagy bármi más, ami segíti a házikó fennmaradását, vagy az értékes elemet. Akkor ez a kéz azt mondja. Ugyanakkor lehetővé teszi egy mai igényeknek megfelelő új épület építését is, ezt a kalóelvesen javasolt, hogy bölcsnek tartom. Jövő a kedvezmény, és akkor részletezzük majd a hésznél, hogy ilyen esetben a hésznél, a hészt, ha most elfogadjuk erre az egytelekre külön, nem fog már szabályokat alkotni ezzel. Nem, de ha azt mondhatjuk, nem, hogy a terv tanács, hogyha a tervet megfelelően tartja, hogy az értékek megőrzéséget, akkor valamilyen kedvezményt biztosít. Adjunk kedvezményeket a beépítési módban. Ez például... De nem, 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 nem.
Adjunk kedvezményeket, és nem tudom, hogy kedvezményeket, de mi nem döntöttük el, hogy mi. Nyilván adok kedvezményeket. Ez így jó, valamilyen kedvezményeket fog kapni. Valamilyen kedvezményeket. Akkor nekifutok még egyszer, jó? Láncol Nagyközség önkormányzat a képviselőtestülete Kecskés János úr 2014. augusztus 18-án kérelmét megismerte, és a 2016 Lányfron Hunyadi János utca 4 szám alatti 494 helyrajzi számú ingatlan helyi védettségről történő kivételéhez hozzájárul. Azon a kivétel, hogy a Kornác elemeit a jövendő időből megvédésre javasolja, és ehhez én azt hittem, hogy adókedvezményt biztosít. Akkor lehet csak kedvezményt. Később pontosítandó kedvezményt. Ja, nem, most már nem csinálni meg kedvezményt biztosít. Aztán ez úgyis később lesz. Ez jó. Nem is jogilag jó, mert én kérdezem, miért dolgozol. Jó, mert én a Füligyim és az egész makulérő, mert én így jutottam el vállalatot. Az adókedvezmény, mert ugye azt ilyenkor nyilván lehet akár egy 100%-os. Viszont az épület meg az ingatlan szempontjából a beépítési kedvezmény, vagy... Csak az hészszel kapcsolatban az Az megadható. Az nyilvánvaló, hogy megadható. Így van. Kedvezményesek meg meglátjuk, amikor ha arra kerül a sor, 5 év múlva, 10 év múlva. Jó. Igen, mert az a baj, hogy védelem alá lehetne helyezni, hogyha visszaépít valaki egy ilyet, csak hogyan. Tehát, mert az lenne még egy megoldás, hogy azt mondjuk, hogy védelem alá helyezzük, hogyha elkészül a ház, amelyiknek ilyen tornáca van. Vagy ezt a tornácot érjük. Kiörülnek. Na, jó. Szerintem egy új építésű házadat ugyanígy néz ki, ezt nem tudjuk helyezni, sem is akarjuk. Úgyhogy ha az így elfogadható, akkor elfogadható. Jó? Akkor... Hogy ez az ilyen? Elfogadható? Köszönjük szépen. Ez volt a dolgozat jelenti. Na, hát akkor neheznél lehet, hogy túl vagyunk, akkor most kezdünk a kettessel, vagy folytassuk a kettessel, ami most nem is tudom a hangosát. Jöjjött hatod. Háli. Faluház büféjének pályázata. Köszönöm szépen, szépen napot. Köszönjük. Jó munkát. Hát, ugye egyetlen egy pályázat érkezett, tulajdonképpen a pályázat megfelelő volt, a hölgyet ráadásul ismerjük is, üzemeltet egy ilyen napanyivatartó ABC-t a Tahiban, tehát így aztán az anyagbeszerzés biztos, hogy nem ütközik neki akadályban, lehet, hogy egy megfelelő áruválasztékot tud biztosítani. Ez teljesen eddig is mindig ingyenesen adtuk használatba, ezután is így lesz. Én azt gondolom, hogy mintha nem jött más pályázat, akkor ezt javaslom elfogadásra. Mivel én nem voltam, hogy nem ilyen járaszám. Nekem csak egy dolog nem tetszett, de teljesen megértem, hogy eddig azért, ha más nem, egy jelképes bérleti díjat felszámoltunk az eddigi 15-15-nek. Utolsó szakmában? Már nem volt. Ja, meg már nem volt. Nem. Ha megint talán leragadtam, akkor jó, akkor vissza. András? Köszönöm szépen. Volt valóban régebben ilyen, de egy idő után rájöttünk, hogy örülnünk kell, hogyha valaki ezekkel a feltételekkel se rakta a helyisége, nincsen se semmi egyéb, ha valaki ezt így képes működtetni, tehát azt hiszem a legutóbbinál is nem volt. A rezsi költségen esetlegesen nem. De én azt gondolom, hogy aki vállalná, akkor csinálja. Igen, csak a falu lakosainak haszna, hogy működik, úgyhogy... A másik pedig egy reklámot szeretnénk csinálni a Lányfalu TV-nek, tehát hogyha valaki nincs itt, bármely bizottság idősen most már meg lehet tekinteni viszonylag, tehát akkor bárki, aki hiányzik, rák is maradhatunk rám is, akkor bármelyik ülést vissza lehet nézni, és a Lányfalu TV, bocsánat, az átalakítás alatt volt, és én nem találtam a bizottsági ülésről a felvételt. Akkor ezt majd jobban hozzáférhetővé tesszük, nem a YouTube-on már rákeresem, hogy így Lányfalu TV, akármi dátummal is megjelenik. A bizottsági ülés, mert az jó lenne? Mert bármivel előfordul. Igen, azt mondom, hogy csak reklámként mondom, oda is bárkinek, hogy bármelyiket bármikor lehet nézni, és örülünk, hogyha valaki követi az eseményeket. Köszönöm szépen. Akkor gyorsan ehhez, én sem tudtam ma megtalálni. Pedig én is meg direkt vissza akartam nézni a néhány dolgot, hogy jól emlékezzünk. A büfével kapcsolatosan én szerintem most az nagyon jó, hogy egy olyan ember szeretné csinálni, akinek nem föltétlen ez lenne a megélhetése. Mert ez, hogy több lábon áll,
mert ebből meggazdagodni nem lehet, ezt mindenki tudja. Gyakorlatilag egy nyitott konyhát működtetni a faluházba, büféként, körülbelül erről szól a dolog. Reméljük, hogy hosszú távú lesz a dolog, és nem kell jövőre megint azzal kezdeni, hogy jó büfést keressünk. Szerintem nem. Ja. Jó, akkor annyira ki fogjuk kell egészíteni, hogy mert a jegyzőszony azt gondolta, hogy a beakötött a szerződés, de nem, ezt mi közöttük. Úgyhogy a felhatalmaz a polgármester, hogy a jelenti szerződést találja. Jó, akkor felolvasom elejétől. Tehát a Lácsa Nagyközség önkormányzati képviselőtestülete a Faluház 2016 Nátyolom Origi Modus 124 aulójában lévő büfé határozatlan idejű üzemeltetésére DL1KFT 2017 Nátyolom Kikelet utca 1 per A képviselő Najman Dóra jelöli ki. Egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a DL1KFT-vel kötendő bérbeadási szerződést aláírja. Kérdez egyetért, azt kérem. Szépen. Puszta Sándor alapítvány, most már a 7-es napi rend lesz. Erről többször beszéltünk, ez volt... Jó, Puszta Sándor alapítvány, támogatás jóváhagyása. Ugye erre költségvetésbe is betettük a 200 000-et, tárgyalta a kulturális bizottság, a pénzügyi bizottság, és mindenki azt mondta, hogy igen. Tehát kapunk 10 darab DVD-t, ezt ha valaki tudjatok róla valami ajándékozási célra kívánjuk használni, akkor ott van nálam, és akkor lehet kérni, valaki úgy gondolja. Én szerintem ez a koncert, amit adtak, ez kárpót volt, és hát helyesebben már az is egy gesztus volt tőlük, és szerintem de nagyon jól sikerült cél, és ez egy jó befektetés, én azt hiszem. Valaki? És fogom zárni, nem? Igen? Hajnalasszonyban beszéltünk a Patagmárt, azt nem hozzuk most szóba. Nem, a napirendben van, azt hozzuk szóba. Elő kéne hozni neked abban a... A kulturális bizottságot tárgyaltuk. Benne is volt már ott is, egyszer, bocsánat, hogy... De egyszer már elfogadta a bizottság. Hát őt is, az 50 000-t. A kulturális bizottság abban maradt, hogy megtaláljuk a formáját, bár én úgy tudom, hogy ő teljesen képes is, hogy neki hogyan tudjuk átadni azt a megítélt 50 000 forintot. Tehát egységként kezeltük annak idején, és én azt javasolnám, hogy ugye a költséget is benne van, döntöttünk volna, hogy szavazzuk el azt, hogy őt is támogatjuk, és a technikai részleteket akkor lehet visszájuk, tehát megérni 4 hónapon keresztül várni. A Márta, a CD-vel együtt tárgyaltuk a könyvet is, 250 000 forint. De ezt már a testület is elfogadta egyszer, és nem is értettem egyébként, hogy miért jött be még egyszer. Akkor 15 napirendben csináljuk meg, és akkor szavazunk. Ez a napirend. Akkor itt ezt fogom felolvasni, és akkor operáljunk. Ugye már utólag nem tudunk, hogy lesz ez fölvenni. Jó, de valóban volt erről szó, de... Egy években tárgyunk. Akkor most itt föl fogom olvasni a mostani. Lányzó Egyesség önkormányzat képviselője, Puszta Sándor alapítvány, az önkormányzat 2015 évi költségvetési terhére 200 000 forinttal támogatja a Falusi Zsoltán című Puszta Sándor papköltő verséből készült lemez megjelentetését. Ezzel egyébként azt kérdezik. Köszönöm. Figyelj rám alapítvány, 4-es, most egy 8-as, megint kérdezik. Meghívtuk, nem jöttek el, de hát ugye elhangzott a kulturális bizottság és Erika pártolta őket, tehát jó munkát végeznek, szükség van rájuk. Igen. Szuper volt a számolat. Abszolút. Erre gondolom, hogy nem kívánok. Hát Lancsban Nagyközség önkormányzati képviselő úgy határozott, hogy a Figyelj rám közhasznú egyesület 2014-ig bent Lányfalun végzett tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. Képviselőtől felkérő polgármesteri az Egyesületet a döntésről értesítsen. Ez egyetért. Köszönöm szépen. Egy halom. Ötös. Nagyközség könyvet alapítvány új kuratórium tagjainak megválasztása. Erről is beszéltünk, én egy apró hibát kérnék orvosolni. Akkor úgy, hogy
a Székely Zsófia és a Székely Gáborné ugyanaz, a, nem tudhatták, én most már megkérdeztem tőle. Így jött az e-mail, tehát Majó máshogy írta alá, és így azt gondolták. Én ezt ma felhívtam a Zsófiát is, hát ő marad továbbra is, tehát nem szükséges, őt az új tagok közül mi Székely Zsófiát kihúzhatjuk, és így aztán nem is szükséges őt újból megválasztani, mert ugye szerepel itt a második határozati javaslatban, tehát a második határozati javaslatban nem kell, hogy elfogadjuk, mert ő tagra, tehát gyakorlatilag csak három tagról kell szavazni. Most talán kapóra jön, és nem fog plusz pénzünkbe kerülni, hogy hát egy kis adalék a dologra, hogy ugye be volt adva a közhasznosságnak a elkerülése. Most érkezett egy hiba üzenet a bíróságtól, melyben 14 ponton kifogásolják a beadvány. Úgyhogy ahhoz most akkor hozzá fogjuk tenni. Gulyás úr tegnap volt itt még ugye, még három hónapig, most már nem három hónapig, már csak kettőig. Még alkalmazásunk áll, megígérte, hogy ha segítünk, akkor beadja újból. Tehát így akkor egy kalap alatt akkor három új tag és a módosítás talán átmegy. Jó? Ez 14 pont, de ez sok. De? Hát csak úgy megjelentettem, hogy nem figyelj hozzá kommentált. Annyira fitlány dolgok lehetnek. Igen, hát nem komoly, de hát... dolgok is lehetnek benne, akkor jó, de hát most tulajdonképpen... mindegy. Jó, akkor... nincs ugye semmi, akkor elkezdem felolvasni a határozati javaslatokat. Lányfó nagyközség képviselő úgy dönt, hogy Lányfó nagyközség épített környezeti önkéntes alapítvány kuratóriumi tagjának Boszmai János urat választja. Kedden egyetlen az. Jó. Második, Lányfó nagyközség képviselő úgy dönt, hogy Lányfó nagyközség épített környezeti önkéntes alapítvány kuratóriumi tagjának Szína Gábor urat választja. Egy hang. Lányfalu nagyközségünk egy képviselő úgy dönt, hogy Lányfalu nagyközség épített környezeti közalapítvány kuratóriumi tagjának Pető János urat választja. Kérdele egyet. Köszönöm szépen. Jó, akkor... ja igen, akkor ugye még következő. Lányfalu nagyközség képviselő úgy dönt, mint alapító felhatalmazza a polgármestert, hogy kezdeményezze a nyilvántartó bíróságnál a létesítő okirat módosítását tekintette a fenti számú alapítói határozatokra. Jó, tehát ez akkor meg az, hogy a bíróságnál ezt elintéztetjük. Gulyás úrnak többször megkérdezte tőle, hogy szükségünk van erre az alapítványra tegnap. Hát ez a szükségünk van. Jó, de csak azért mondom, hogy lehet, hogy ezt tartott a egyszerű megoldást nekünk a javítás. Na. Lát, a következő. A Lájkorú 1802-tár helyzetszámú nyitatlan átnevezésére irányuló félelem elbírálása. Ugye hát ezt tárgyalt a Kulturális Bizottság. Ugye milyen nevet is javasolt, ahol emlékszem Gyöngyvirág közelnevezés. Tehát hát a megjelölt nevek közül. Javaslom, igen, hogy a megjelölt nevek tulajdonképpen ezt fogadni kell. És meg pár szó, már én is mondjuk a lemtát nézőknek, hogy melyik videó van szó. Átolat a regészés. Tehát tulajdonképpen egy lakossági kérelem érkezett hozzánk, ebben kérték, hogy ezt a kis nyúlványt nevezzük valaminek, mert ugye jelenleg nincsen neki semmiféle elnevezése, és hát így milyen eleget tettünk, és ha jól tudom, akkor ugye elhangzott, hogy a jövőben akkor még sok hivatározót kell hozni. Igaz, akkor... Van neve, csak nem tudták a lakosok, mert fontosan Hegyalja utca ez is. Csak egy dolgot még szeretnék mondani itt, ami fontos lesz az utca átnevezések, elnevezések kapcsán, hogy sikerült megtalálni a jogszabályhelyeket arra, hogy egyrészt, hogyha valaki tehát egy hatósági döntés alapján megváltozik az utcája neve, csak azért mondom, hogy a lakosok ne féljenek ettől, akkor a lakcímkártyát minden köteles valószínűleg a Szentendrei Okmány Irodához fognak majd, de hozzánk jönnek, mi is eljárunk ebben, ingyen fogják megkapni, illetve ha ingatlan is bármilyen bejegyzett céget érint Székely telephely szempontjából. Ha csak ezt az egyet szeretnék átvezettetni a cég nyilvántartáson, ezt a változást, annak sincsen illeték, illetve közzétételi, költségterítési, fizetési kötelezettsége.
Csak én azért szeretném, hogy azért elhangozzék azt, hogy valamennyi költsége, amit ilyenkor például azért vállalnia kell a lakosoknak, például az, hogyha egy meglévő már egy elnevezett utcát szeretnének átneveztetni, azért legyenek abban biztosak, hogy lesz költség, hiszen például a cégnyilvántartásban is csak ügyvédkényszer van. Bárki csak úgy nem sétálhat be a cégbíróságra, hogy hatósági döntés alapján szeretné átvezettetni mondjuk a Székhely utcájának a elnevezését. Tehát ügyvédkényszer miatt nyilván ügyvédi költsége lesz, illetéket közítételi költségét is viszont nem kell fizetni, de közszabály szerint ugye ezek ingyenes eljárások. Csak annyit nék hozzá, hogy ennek az utcának van neve Hegyalja utca, csak hogy ilyen utcában van még egy másik is. Tehát itt nem arról van szó, hogy csak át akarták nevezni, hanem megtévesztő, mert egy másik az Elke utcából, a Ravasz Lászlóból nyílik a Hegyalja utca, és az egy teljesen másik jelentős utca, ez pedig egy a Gyöngyvából nyílok is köz. Ami egyszerűen a vízfolyás, tehát egy összeér valahol a vízfolyás, de ez ugye nem számottevő, és még azért kell átnevezni, hogy el lesse különben, hogy ez nem az utca, mert az teljesen más fele. Tehát ez egy ilyen... Ilyen indokkal született, tehát nem csak egy olyan. Akkor a határozati javaslatunk nézne ki, hogy Lázsó Nagyközség önkormány képviselő testülete 2008-2015 számú kérelmet próbálhatja, és a közterületek elnevezéséről és a házszám megállapítás szabályairól szóló 23-2014-12-18-i önkormányzati rendelet 5. paragrafus alapján kikéri az 1823 helyrajzi számú közterület megváltoztatásával érintett állampolgárának véleményét. A testület a Gyöngyvirág közelnevezést javasolja. A kérelemre indult eljárás miatt a képviselőtestület az állampolgárok okmányainak átérási költségének önkormányzat általi viseléséhez nem járult hozzá, de az utcai tábla elhelyezéséről gondoskodik. Jó. Aki ezzel egyetért? A javaslat a 2011-ben mondjuk, hogy 150 szám alatt 2697 szám alatt található ingatlan használatba vételére. Itt egy kis kiegészítést tennem, aztán úgy döntöttük, hogy akartok. A Hapsi most eljutottunk odáig, hogy már fölhívott, tehát magyarul most már nem nekem kellett keresni, és abban próbált egyezkedni, hogy jelenleg nincs pénzük, 3 hónap fizetési adatékot kiadt a adó hátralékára. Na, szóval ez így. A rövid is ebben a szakaszt. Ja, bocsánat, igen, mindenki tudja. Tehát a rövid is területről van szó, amiből ugye azt szeretnénk ugye használatban venni. Én nem mondtam semmit, de én azt gondolom, hogy mivel ezt így is úgy is muszáj lenne megcsinálnunk, és most tavasszal, nem tudom. Ez itt ugye a szerződés kérdése, hogy az azonnali fizetésre ragaszkodunk, vagy ebben belemegyünk. Ezt én nem tudom igazán eldönteni. Én hajolnék arra, hogy... Gyula? A Településfejlesztési Bizottságon szóba került az, hogy kérjük meg az építés hatóságunkat, vagy micsodát, hogy járjon utána, hogy engedélyezné a KPM azt, hogy hogy innen parkoló nyíljon. Ugyanis fölmerült az, hogy szakhatósági hozzájárulás kell. Így volt, igaz? Tehát akkor ezek szerint... Igen, ez így volt, de abban maradtunk, és az volt az én utolsó szavam, hogy egyelőre ezen legyünk túl, és utána indítjuk el ezt az eljárást. Ez volt az utolsó, hogy jelenleg nem erről fogunk dönteni. Ha szükséges, akkor meg fogjuk kérni. De egyébként ez nagyon hosszadalmas lesz, az biztos. De ez volt az utolsó konklúzió, hogy ettől függetlenül ezt eldönthetjük. Mert hiszen a területen akarunk valamit csinálni. Legfeljebb, mert ez pankoló. Ha KPM-en nem tudom. Úgy parkolok, nem parkolok. Így van, jól mondtad. András? Most akkor arról van szó, hogy nem fizetnék ilyen összegben. Nem, kifizetnék, csak 3 hónap. 3 év múlva? 3 hónap. Jó.
És amennyiben még sem fizették el És még annyi lenne a kérdés, hogy ugye most első szempontok az lenne, hogy ezt a rendkívül csúnya dolgot megszüntessük. Hogyha ha jön tulajdonosról lesz szó, aki semmit nem akar csinálni és semmi nem megy bele, akkor is kéne kezdeni valamit, mert még egy évet így nem viseltünk el. Tehát új képviselőtestület, és ez már 10 éve legalább probléma, tehát valamit kéne lépnünk ez ügyben. Tehát én azt gondolom, hogy olyat ne döntsünk, hogy semmit sem csinálunk, mert valamit csinálunk kell, és az is pénzbe kerül a ráadásul. Ha Molnár Feriékkel akkor gondolunk át, hogy vágatjuk le a füvet, az is pénzbe kerül. Most rá lehet terhelni az ingatlan, valahogy nem tudom milyen jobb, tehát meg lehet oldani ezt is, de én azt javaslom, hogy úgy döntsünk, hogy úgy is pénzbe kerül, bármi is történik velünk, és én azt gondolom, hogy próbáljuk meg ezt a 3 hónapos dolgot, és egy gyors rendezést intézünk el a telken. Köszönöm szépen. Fabi? Köszönöm. Én azért azt mondom, hogy kezik lábát verje össze, hogy elengedünk neki, amit elengedünk. Járuljunk hozzá 3 hónaphoz. De azzal, hogy ezt a 3 hónapot viszont figyelembe vesszük, tehát nem csak a tőkét kérjük, hanem a késedelmi kamatot erre a 3 hónapot levetesszük, és azt fogjuk fordítani arra, hogy kialakítsuk ezt a parkolót, mert húzza, rendkívül nagy kedvezményt kapott tőlünk. Tudom, hogy mit mondtál, hogy a későbbiek folyamán hogyan alakul, de azért ne higgyen, hogy pali magarakulunk. Tehát erre a 3 hónapra én már rátenném a késedelmi kamatot azzal, hogy viszont azt a 80-hány kilót, amiről beszéltünk, ha ez a szerződés megvalósul, akkor azt viszont örülöm neki, hogy elengedjük. Viszont nekem egy kérdésem még van, ebben az ingatlanhasználati szerződésben van egy olyan pont, hogy igen, itt részleteződ, tehát ide tenném be azt, hogy azért erre a 3 hónap késedelemre legyen olyan bátyám, illetve a 11-es ponttal kapcsolatban van egy probléma, van egy kételjem, hogy a használatba adó vállalja, hogy a szerződéses jogviszony időtartama alatt a karbantartási, felújítási, korszerűsítési feladatokat a használatba adóval előre egyeztetett módon elvégzi. Itt a használatba a vevő vállalja, nem pedig az adó. Viszont, ha vállaljuk ezt, az e-pont alkalmazásában karbantartási feladatok, különösen az ingatlanok állagának és rendeltetésszerű használhatósága, biztosítása, stb. Viszont arról beszélünk, hogy évvégéig még az ő használatában marad a kórház. Tehát itt rögzíteni kéne, hogy igen, karbantartjuk, rendeltetésszerűen használhatóvá tesszük, ha birtokba vettük, addig nem. Mert ő használja, és mi tesszük lakhatóvá. Érted a problémát? Hogy igen, mikor ez készült, akkor még úgy volt, hogy ő persze, csak ez egy nüansz, amit nem szabad átsiklani. Jó? A hármas pontban egyébként már bekerült az, hogy a körház használatba adásról jelen szerződés nem rendelkezik, a körház... Igen. De éppen ezért ellentmondás, hogy én egyes. Abba bele kéne tenni, hogy a birtokba vételt követően a részünkről. Jó. András? Köszönöm. És még annyi, hogy ez egy balesetveszélyes épület. Ha valaki bemegy balesetre szemed, akkor ki a felelős. Tehát ezt valahol kéne szerepeltetnünk, hogy a körházban való balesetek az ő felelőssége is, nem a milyen. Tehát, hogy bármilyen... Ameddig az ő használatában van mindenki. De hogy zárja el, tehát kötelező most lezárni ezt, hogy nem essen be senki. Én azt hiszem, hogyha egy olyan épület van, amivel bárki bármikor bemehet, nem tudom, valamit, hát írjuk legalább belőle szerepeljük, hogy ponthoz ez köteles lenne a balesetveszély lehetására, és gyertek ugye a kilakására, hogy balesetveszélyes. Tehát a 3-as ponton beszéljük, hogy még nincs a birtokunkban ez a kőház épület, addig nem áll a felelősséget. Igen. Jó, mondjuk, hogyha kötelezzük az árva tartására, és utána valaki betör és baleseten kitöri a nyakát, tegye. Ja, kötelezzük a lezárásra. A jó, akkor ezt még megveszünk is ezzel. Van egy listán.
Jó, akkor támogatja a testületi is. Dolgozás. Akkor köszönöm szépen. Én akkor részről olvasom volt, tehát azt mondom, hogy már kicsit már úgy tűnik, hogy hazamennék. Tanács van, hogy a későjöttől az előterjesztés egyes számú mellékletet képező, 2016 nagyon Morizsi mondjuk 150 szám, 2690 herói szám alatt lévő ingatlan, nagyon használatával vételére vonatkozó, lányban a közőkörnálat és a Klub Hotel Duna szolgáltató kártyi között szerződés tartalmát megismerte, jóvá hagyja, és a eldöntött javításokkal felhatalmazza Rosszman János polgármestert a aláírás. Kell egyetért, kérlek. Most azt is megfogok, hogy javaslata a 2014-ben Morizsi mond 235 fajs vízszám alatt lévő ingatlan, 2015 március egy napjától határozatlan ideig tartó bérbeadására. Hát ezt tudjátok, hogy a Varvaházról van szó. Ezt a szerződést olvastátok. Nincs különösebb szerintem ezzel. Engem egy dolog zavart. A határozatlan ide jó, hogy két hónap alatt felmondhatjuk, de valahogy egy picit pontosítani kéne, hogy azért ezzel a igen kedvező bérleti díjjal szembefordítva milyen munkálatokat köteles elvégezni az ingatlanát. Mert csak eléggé tétován nem rögzítettük. És azért tudjuk jól, hogy az tétfagyásoktól kezdve mindenféle probléma adódik, hogy valahogy egy picit a minimumot le kéne írni, hogy mit kell megcsináltatnia, vagy megcsinálnia benne. Hát én karbantartás. Árját. Tétes. 8-asban. Vannak mondva karbantartási felújítása. Azt írjuk, hogy nem köteles. Én viszont azt mondanám, hogy meg kéne szabni egy kötelességi minimumot. A valóság az, hogy a tulajdonosnak vannak tulajdonosi kötelezettségek, meg ugye vannak bérlői kötelezettségek, és a használóval. De ő már előre többet vállalt, már a tulajdonosi kötelezettségekből is átvállalt, sőt én úgy tudom, hogy már ezt el is végzett például a tetőjavítás, már túl is lépett a sérülés. Alá akarom támasztani. Itt a 8. hónap, ez a sok alkontja, ez itt azért elég rendesen leírja. Tehát nagyon szépen felmasol, mondjuk ugyanazt pont a másiknál, ingatlanára a rendezvény használatra biztosításnak szükséges megjavítási munkák elmérése, hiba elhárítás, életveszélyt, ingatlan egész életére több főszertetre kiterjedő viszonyatú szükségesi általános javítás. Ő csak maga a 8-as azt mondja, hogy nem köteles tovább részletezett. Én meg azt mondanám, hogy azt azért írjuk bele, hogy mire igen, arról minimumra, de ha nem... Igen, mondjuk keretrend betartása, vagy valami keretrend betartása, vagy valami kerítés. Amire... Hát már most többet csinál, mint az elmúlt 10 évben. Jó. Annyit, én azt gondolom, hogy egyrészt valóban egy csomó mindent megcsinált nálunk. A másik az, hogy van egy két hónapos felmondásunk. Tehát tulajdonképpen az van, hogy ha nekünk nem tetszik a rendszer, mert mondjuk idáig élő gaz lett egyik pillanattól a másikra, de azt mondjuk neki, hogy jó, akkor szevasz. Mert én azt gondolom, hogy most nem tudjuk leírni valamit. Nincs az, ezért akkor el kéne kezdenünk végigmenni. Értem, csak hogy akkor nem tudjuk kimazsolázni, hát akkor föl kéne sorolni, mert egyébként abból meg kihagyunk valamit, akkor meg azt mondja, hogy ő ezzel nem foglalkozik. Ja. Én azért gondolom, jobb, hogyha ez a szerződés így marad, mert akkor ebben de nekünk is nagyobb mozgásterünk van. Ő nem fogja, tehát neki nem érdeke kihasználni, mert mi fölmondhatjuk. Neki ez kedvező, ez a szerződés nyilván. Függetlenül attól, hogy meglátjuk, hogy fog működni, hát még egy emberre.
Jó, és a 9-es azért belerakja, jó? Csak a 8-asban, tehát a bérben a karbantartási kötelezettsége van, és ugye a karbantartási kötelezettségek vannak taglalva, de ezt is beleírtuk, hogy ezt is előre egyeztetett módon a gép fogja végezni, és olyat pedig nem lehet rákényszeríteni, ami történik közül, tehát felújítási, korszakosítási munkák, azokat, de hogyha vállalja, nyilván elvégezheti, de nem lehet rákényszeríteni az tulajdonosi kötelezettséget. De már egy kis átvallat. Annak fejük, egy lakatlan ingatlan mindenképpen romlik, tehát a kis bérleti is jobb, mint a bérlet felenség. Ki van simítva a padló, már nyert. Akkor lehet a határozat. Lányfőnagyköségünk képviselési adott előterjesztés, és egyes számú mellékletű képező 2016 lányfő Morzsigmond út 235 per ás vészám alatti lányfő belterületén 847 per 2-es, 847 per 2 A1 és 842 A per 2 helyrevészám alatt lévő ingatlan 2015 március 1-e napjától határozatlan ideig tartó bérbeadására vonatkozó szerződés tartalmát felismerte, jóvá hagyja, és felhatalmazza a Boszmanyán a polgármestert az aláírására. De egyet értesz. Jó. Dunakanyar Horgász Egyesület. Ugye itt megkaptátok az anyagot, erről hosszasan beszéltünk. Én mondtam, hogy a többi önkormányzat is ebben közelítődik. A határozati javaslat az pontosítva lett a bizottságülés óta. Tehát én szerintem még kisebb kötöttséget, vagy még nagyobb kötöttséget jelent, tehát ebben semmiféle más nem vállalunk, mint az, hogy mi ebben részt kívánunk venni. És ha nekünk nem fog tetszeni akármilyen papír, amit készítenek, természetesen ezt nekünk nem lesz kötelességünk aláírni. Mint mondtam, ez azért szükséges, hogy ők föl tudják mérni ezek az emberek, azt, hogy ott kezd ugye létre akarják hozni, hogy hány önkormányzat van benne. Ugye itt ezen a bizottság hosszasan vitatkozott, csak a kedvelőjén mondom, hogy itt Varvad Érdes ugye azt írtatta hosszan ideig, hogy tulajdonképpen lehet, hogy a rossz üzemeltető fogja ezt kapni. Tehát én azt gondolom, hogy azt fogja kapni, aki a legjobb ajánlatot teszi, és ha nem mi kapjuk, mármint ez a létrejön ez a KFT, ha nem mi kapjuk, akkor sincsen semmi vesztenegy valók, mert gyakorlatilag pénzt nem tettünk bele. Ők vállalják az alapításhoz szükséges 3 millió forint, ami kell, azt az önkormányzatok fogják összedobni, illetve ők is, az alapító tagok, és ha nem nyerünk, akkor természetesen az alapításnak a költségét őt viselték, és a törzstökét pedig visszafizetik a önkormányzatoknak. De annyi előnyünk mindenképpen lesz, mert ugye itt elhangzott, hogy a Róbuda TS ezt üzemeltette, és hogy az lehet, hogy jobban csinálta, mint mi. De senki nem tudta azt, hogy az Róbuda TS ezt üzemeltette. Na, most akkor valószínűleg mi jobban fogjuk csinálni, mert legalább mindenki tudja, és lesz esetleg beleszólásunk, hogy mondjuk telepítenek alatt, vagy nem. Tehát én ebben nem látok semmi kockázatot. Elolvastam, nincs. Jó. Akkor mehet. Jó. Tehát a Lányvaló Nagyközség önkormányzat képviselőtestülete megismerte, az előterjesztés egyes számú mellékletet képezi, a jövőben létrehozza, amit kívánni, a kormányzati és környezetvédelmi non-profit KFT megalakításának céljai. Rövid távú képviselői és elvi hozzájárulást adja ahhoz, hogy Lányvaló Nagyközség önkormányzata csatlakozzon a Dunakanyar Sportkormányzat halászati és környezetvédelmi non-profit KFT-hez. Képviselőtestület teatalan Oszman János polgármester urat, Hegedűs Tamás úrral történő tárgyalások lefolytatására, és felkéri a tárgyalások eredményeként létrejött szerződést tervezett képviselőtestület elé való benyújtását. Végleges határozatot a társasági szerződés és az egyéb cégigazgatók megismerése után születhet. Jó, kezel egy annyi tartózkodunk, vagy nem tudom, mit csinálni? Tartózkodunk. Jó, bocsánat, nem figyeltem. Egy tartózkodással. Jó, akkor 10-11-12 megvan. 13-os. Most képünk vissza.
akkor látszik, hogy hirdetni a közbeszerzési tervének elfogadása. Ilyen, ezt a bizottság... Nem, hát a 13-as volt a Láncoló Nagyközség Önkormányzat 2015-ig közbeszerzési tervének elfogadása. A közbeszerzés akkor 16-ban. Jó, hát ezt tulajdonképpen láttátok, a bizottság ezt is tárgyalta, ez egy jogi téma, kötelező. El kell fogadni minden évben ugye a közbeszerzési, éves közbeszerzési tervet. Nyilván évelején nem feltétlenül tudja a testület, hogy évközben kell újabb közbeszerzési eljárást indítani, ezért az évközben is módosítható. Amit most előre látunk, egy biztosan lesz ez a újabb tárgyalásos közbeszerzési eljárás, ami a közszolgálati szerződésnek a módosítását fogja eredményezni. Ez hirdetmény nélkül lesz, és 2015 áprilisában szeretnénk megindítani. Egyébként már a Nedved Mária is készítette az anyagokat. Jövő héten fogjuk átgondolni. Szeretnénk egy olyan módosítást mindenképpen, ami már egyértelmű, lényegre rövid. Szeretnénk a szomszédos településeknek az eredményeit is egy kicsit átültetni ebbe. Ugyanis ugyanaz a szolgáltató, tehát szeretnénk egy jó szerződést létrehozni, és ennek az előkészítő munkálata ugye már megkezdődtek. Hát ez a hulladék kapcsolatosnak megvan. Titkon reménykedünk, hogy esetleg az óvoda kapcsán kell közbeszerzést itt indítani. Jó, akkor felolvasom. Tehát látom, Nagyközség Önkormányzat a közbeszerzésről szóló 2011 évi 108-as törvény 33-as paragrafus első bekezdése értelmében a 2015 évre az előterjesztés egyes számú melléklete szerinti összesített közbeszerzési tervet fogadja el és teszi közzé. Kedvel egyet. Köszönöm. És igaz, mert most ez volt a 14-es. És akkor most jön a 15-ös, az ő szerint javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő, de Láncsok termelfedő területén elhelyezkedő 90 négyzetméter épületre és az ahhoz kapcsolódó 50 négyzetméter helyesére vonatkozó pályázati kiírásra. Ezt azért hoztuk be ilyen nagyon sűrűsen, már tárgyalta a bizottság is, mert hát jó lenne minél hamarabb hogy ezt kiadni, hogy egy kis pénzt hozni nekünk. Van több jelentkező, egyelőre ugye nincs ide csatolva a pályázati írás, de akkor azt majd mi van, ha készen van, akkor be kell köröztetni. De egyelőre csak arról szól a határozati javaslat, hogy meg akarjuk pályázni. Gabi? Köszönöm szépen. Két dolgot beszéltünk az előbb a folyosó. Az egyik az, hogy mindenképpen javaslom a Cukorlatéva igazgató bevonását a pályázati feltételek összeállításánál, hogy ne maradjon ki semmi sem véletlenül. A másik pedig, hogy ugyan már többször írásban is jeleztem, Cukorlatéva úrral is egyeztettem, mindenképpen statikailag ezt az épületet meg kéne vizsgálni. Minek utána nekünk nincs statikusunk. Én felajánlottam egy régi statikus ismerősömet, megkeresem a hölgyet, ha elvállalja, akkor ma és a megfelelő ajánlatot tud nekünk erre adni, akkor szerintem bízunk meg vele, mert az épület problémás lehet. Köszönöm. Köszönöm a szót. Kicsit hangulatlomból leszek. Én legszívesebben azt egyet lemondanám. Tehát azt hiszem, hogy a Lányfalú település képének az első három legcsúnyabb objektumai közé tartozik ez, és ez a három épület egymás mellett, az egyik nagyobb, másik kisebb, harmadik meg esik szét. Tehát ha engem kérdezze valaki, vagy ennek, akkor én lemondanám. De tudom azt, hogy ez bevételi forrás lehet a strand számára, a termelfedő számára nekünk is. Tehát én azt gondolom, hogy Gabi, amit mondott, hogy egy jó alapos vizsgálat kéne, és gondolkodnunk kéne ennek a látványának az átalakításának. Ha már kiadjuk, akkor valahogy más, hogy nézzen ki, mert ez így, ahogy van, azok a fosztályokkal nagyon rossz. Illetve az, hogy nincs hozzá rendes parkoló. Jó, addig van parkoló, ott nincs parkoló, útszükület van, fölálltak a tehát nagyon sok gondot is irányított az nekünk, tehát hogy adjuk ki bérbe, de ezt egy jól átgondolt mechanizmus
folyamán tudjuk ezt megcsinálni. Én is elég sokat gondolkoztam ezen. Először is a három épület, amiről beszélsz, abból kettő magántulajdonban van. Tehát az illetőket nem kötelezheted arra, hogy bontsa le, vagy építse át, vagy kártérítést kell fizetnök, hiszen ezek a pavilonok a területet adtuk bérbe, adja bérbe a strand. Ők ezt felhúzták, ott vannak hosszú évek óta. Próbáltuk ugye ezzel a arculattervel ezen módosítani, de hát veszett fejszennyele. Azzal a két épülettel túl sokat nem tudsz kezdeni. Ráadásul a Keszthelyé, ott még családi tragédia is áll a dolog hátterén. Köszönjük mindenki. Bocsánat. Szóval kávetű. Ez az épület viszont lebontani, ha a statika azt mondja, hogy a fejünkre dől, úgyis leköl. Ha nem, abban az esetben viszont a bérbe vevőt, mert nekünk ugye erre nincs forrásunk, meg lehet a bérbevevővel állapodni, hogy milyen tervet csináljon rá, vagy mit szeretnénk oda, ha minimalista akkor is, de nem ez, ami most van, és akkor a kedvezményeket ki lehet dolgozni, viszont az építészek, tervtanács, stb. Alapján kötelezi lehet, hogy de akkor csak így. Ez az egyetlen, amit meg tudunk tenni, a másik kettőt maximum arra tudjuk kötelezni, hogy a 11-es felé a homlokzatokat harmonizálják a leendő jelen Debrej által, vagy volt Debrej által bérbevett épület homlokzatával, ami majdnem elkészül. Tehát én szerintem az első lépés a statika, szerkezetileg az épület maradhat-e, illetve nem kerül-e túl sokba az, hogy lakhatóvá tegye valaki. Ez az első lépés szerintem. Utána léphetünk tovább, én is egyet értek fel. Nem lesz egyszerű a pályázatírás, mert is nem gondolkodtunk már rajta, mert nem csak az a szempont, hogy minél többet kapjuk, hanem hogy minden kell rájönni. Tehát biztos, hogy kell vele pénzt tenni, aki ezt fogja bérelni, hogy egy olyan megoldást találja, hogy ez jól néz neki. Neki is érdeke. Jó, csak bocsánat, még egy probléma van ezzel. Parkoló híján majd, hogy nem csak az tehető, hogy a strand, a strandtól van a teljes tudott vendéglátós szempontból elég életedet. Tehát az pedig, hogy egy rendkávilis közérzett, kiskereskedelmi létesítményt működtessen valaki, úgy tűnik, hogy... Hát most megnőtt az ázsiója, de ilyen nappal akar nyitva lenni, és megnőtt az ázsiója. Hát most egy kicsit meg. Egy kicsit meg. Tehát biztos, hogy... Jó, maradjunk abban, hogy én megkeresem a statikust, ha nem sikerül, akkor beszélek a szállapodival, hát neki van. Tudom, erről beszéltünk már, szóba került. Én úgy gondoltam egyébként, hogy ezt nem nekünk kéne forszírozni, ezt az Attilának kellett volna forszírozni, hiszen ő ennek a létesítménynek az ügyvezető igazgatója, tehát szerintem ez az ő feladata lenne, hogy ezt elintézze. És attól függetlenül, hogy a mi tulajdonunk, de ő működteti ezt, a mi tulajdonunk. Forszírozta is, én többször neki jutottam már az ő kérésére, hiszen ő az, aki üzemelteti a strandot, de a tulajdonos mi vagyunk. Nem kerülhet meg. Nyilván ide kellene hozni egy statikust, azt mondja, hogy ennyi a óradíj, vagy ennyiért csinálná meg, elfogadjátok, vagy nem fogadjátok el. Szerintem meg, hogy mindenféleképpen szeretném én is kérni, hogy azért azon gondolkodjunk el, hogyha itt, hogy ez mennyire lesz gazdaságos nekünk, tehát most egy jó pár évre előre gondolva, hiszen lehet, hogy ebbe valaki annyi pénzt fog beleölni, hogy azt fogja itt lakja akár meddig. Tehát tulajdonképpen azon kívül, hogy egy olyan épületet tartunk ébren, meg állában, amit lehet legjobban szívünk szerint elbontanánk. Tehát érdekes, tehát ennek a kettőnek az arányát mi nagyon-nagyon meg kell néznünk, hogy ebből hogy jövünk ki jól. Biztos, hogy jó lenne egyébként a falunak, ha lenne egy éjjel-nappalija. Hogyne. Tehát ez szükség lenne. Jelenleg átjárnak a Babszigetre, és az viszont... Nem,
megtanítani, tehát igen. Nálunk is van biztos jó, hogy mondják, van ilyen valósága, most rossz volt használtam, főleg nyáron, amikor a nyaralósok itt vannak, mindenképpen célszerű lenne, csak egy színvonalban nem az eddigi alapján működő. Jó, ilyet se kell mondani. Csak annyit szeretném mondani, hogy válvetem is nyilván ezt testületi döntés kérdése, lehetővé teszi a jogszabály, és kifejezetten képviselőtestületi hatáskörben van a döntés, hogy az éjjel-nappal nyitva tartók, és az éjszaka nyitva tartó üzletek esetében, úgynevezett többlethasználati díjat, át a település nézve többlethasználati díjat kérjen az üzemeltetőtől, tulajdonostól bárki, aki ezt a szénüzleteket üzemelteti. Nincs támpont sem benne, tehát én tudok esetleg más települések esetében majd precedenseket keresni, hogyha úgy gondolja a testület. Ez azért van benne a jogszabályban, mert nyilván az az üzlet, amelyik éjszaka is nyitva tart, ott ugye közbiztonsági szempontok merülnek fel, nagyobb szemetelés, zajterhelés, stb. Tehát úgy gondolja a jogszabályalkotó, a jogalkotó, hogy ezért valamilyen ellentételezést lehet kérni az üzletektől. De ez csak egy lehetőség, nem kötelezettség a testületben. Ha nagy Isten elengedik azért, mert ő felújítja, akkor már is. Szóval adok-kapok. Mindenképpen úgy fogjuk kötni szerintem, hogy hát itt az étrejön, hogy a felújítás az nem lesz lelakva. Legfeljebb annyit tudunk adni, még egy hosszabb életi jogot, mert nyilván nem fektet be senki, hogyha amikor azt mondjuk, hogy tehát egy ilyen két éve szerződésnek, még 5 éve szerződés, és akkor elképzelhető, hogy valami rendes munkát kapunk, valahogy ki fog nézni az épület. Hát építészetileg mindenképp ki kell hozni. De akkor is sokat vesztünk, hogyha másik kettő meg így való mellette. Tehát nem tudom, hogy hátterét is igazad van, de hogy valahogy egybe kéne kezelnünk a továbbiakban ezt a három különböző magasságú különböző épületet. Tehát, hogy valamilyen módszere őket is rávenni, hogy beszéltük adó kedvezményről, nem tudom ide, de hogy én azt gondolom, hogy ezt kezeljük komplex kérdéseket. Ha már egyszer hozzányúlunk, akkor az a három, ne ilyen három csúnyaság legyen, hanem valami másik kettőság. Azok előbb-utóbb azok is tönkre mennek, lakos tető, tudjuk, hogy sose örök. Tehát, hogy akkor a jövőre vagy jövő után hozzá kéne idomulni, tehát a tervtanásnak itt nem lehet komoly szerepel, hogy ezt lehetne ember arcra fog, hogyha megéri. Elnézést, de itt szervesen kapcsolódik hozzá, hogy a szégyen fortja, egy másik pavilonja, amely statikailag szintén kétségeket vett föl, illetve már százszor közöttük, hogy bontsál a francba, csak közben ráadásul meghal. Tehát, sőt, terület is lenne a kapu másik oldalán, odaépítse fel az új pavilon. Itt van mindjárt a nyakunkon a szezon kezdete, és még mindig nem köteleztük rá, hogy volt nálam a Kőszegnek a élettársa, nagy esélye fog pályázni a éjjel-nappalra is, és akkor sóba került ide az ő háza. Attila mondta azt neki, és ebben van igazság, hogy ugye nekünk az első lépésünk az, hogy a saftárolókat megoldanák, ami mögötte van. És igen, ő hajlandó is lenne átépíteni a túloldalra, de jelenleg ott felszámolás alatt lévő, hát már akkor se jöttünk, hogy jött bérlőnek, ott vannak ezek a házai, felszámolás alatt van, tehát Attilának adnod a feladata, hogy azt a bérleti jogot valamilyen módon megszüntesse, de annak ott vannak a cuccai is. Ő hajlandó lenne odaépíteni egy másik büfét, és ezt akkor ahhoz. De hát egyelőre az Attila tanácsolta azt neki, hogy addig ne lépjen. Ő ugye egyrészt nem nincs hova építeni, mert az a terület foglalt, nem lehet volna szabad odaadni ennek a bérlőnek, aki kivágta a szép fáinkat. És meg a saftárolóval szorosan összefügg ennek a Bódénak a sorsa. Azt szeretném kérni, hogy a stranddal kapcsolatosan valahogy próbáljunk meg olyan szinten előre menekülni, hogy egyrészt szerintem kéne a strandra csinálni egy tervet. Épületekkel, pavilonokkal. Tehát ha valaki ott ledurran, tönkre megy, akkor tudjuk azt neki mondani, hogy figyelj, ebbe a sorba, ez szerint a terv szerint, megépítheted a soron következőt. Így, vagy mi megépítjük és bérbe adjuk. De azzal, hogy állandóan azt csináljuk, hogy mindig kicsit felújítatunk egy-egy csufnit, meg egy kicsit arrébb is tegyük, de akkor építse meg, ahogy ő akarja, ebből a strand mindig egy ilyen kupleráj lesz. Tehát
Én csak úgy tudom, csak úgy tudnám elképzelni, hogy ez a strandfürdőnk egy kulturált, európai színvonalú dolog lenne, hogyha ezek a pavilonok is mind egy terv szerint készülnének. Tehát nem úgy, hogy ahogy éppen kitalálja, vagy ő neki azt tetszik az a hely, hogy ott akkor ő odaépít. Jó. Elnézést, hogy ez egy újszülöttnek minden vicc, Úri Gyula. Mindannyian képviselők voltunk, amikor ezt elkezdtük ragozni. 50 kört futottunk, típus pavilonokat terveztünk volna be, modulokat terveztünk volna be. A végén lett ebből az az összvér megoldás, ráadásul most nincs itt, tehát nem tud védekezni, de mindenki tudja, hogy így történt. Az arculatter is azért lett egy felemás összvér megoldás, mert a hátunk mögött az akkori igazgató egyszerűen utasította azt a tervezőirodát, aki készítette, egy minimalista módon készítse el, és gyakorlatilag hasznát sem tudjuk nagyon venni. A Zoltai belenyúlt, és mire megkaptuk a terveket, hogy Jézus Mária, amit kaptunk, nem azt kaptuk, amit rendeltünk. Tessék? De elfogadtuk. Hát mert most mit tehetünk mást? Tehát az arculatterv azért nem tud egy olyan megoldást adni, amit eredetileg elképzeltünk. Én emlékszem még rá, megvannak a dokumentációk, hogy típus pavilonokat, terveket hoztunk, hogy modulban bővíthető, és a halászkerttől kezdve az összes többi sikoltófrászt kapott, és járt a nyírihez hisztériázni, hogy ő tönkre fog menni, és mindjárt éhen hal. Tehát érted? Az ötlet 10 éves lassan. Én is egyetértek vele. Lehet futni újra köröket, fel lehet újítani ezt, lehet beszélni arról, hogy igen, ahogy akkor terveztük. Ha hajlandó vagy ebbe beszállni, akkor kapsz kedvezményeket, bérleti idő, meghosszabbítás, stb. De minden egyes bérlővel olyan szinten kellett harcolni, még a tető is benne volt, a fajdalatos is nagy késsel kergetett a strand területén belül. Tehát ezeket egyenként lehetett volna. Akkor nem sikerült, újra nekifuthatunk. Teljesen egyetértek vele. Akkor legyen egy pavilonterv, legyen egy olyan, hogy öreg, ha lerobbansz, akkor viszont ezt kell megcsinálnom, viszont mit jelent az, hogy lerobbansz, lásd Kőszegi példája, akik minden évben kirinyálták, hogy még egy szezont ezzel a romhalmazzal ki tudjanak húzni. János, te is tanulja vagy mindannyian tanúi vagyunk ennek, akkor ezt hagyjuk ezt a kérdést nyitva. Össze kéne ülni a településfejlesztési szinten az Attilával együtt a bizottságnak, és egy főcsapás irányát. Én azt tapasztalom, hogy most már viszonylag késő van. Tehát erről is ha fejezem be, a Kőszegieknek meg is van a terve az új pavilonra. Még korvilegítunk, hasznát is lehetne venni, a többi adaptálni a többire, nem tudom. Tehát ezeket... Jó, erről a ilyen napról beszéltünk, azt kérem, mondta, és hogy így kéne, hogy kellene a strandot tartani. Többször tartottunk, már sose jutottunk előrébb, azt mondjuk tegyük hozzá. Egy pénzügyi bizottság, hát egy településfejlesztés. Azt tudomásul kell venni, hogy ezen a strandon ezek 3-4 hónapig tudnak üzemelni. Csodákat nem lehet tőlük várni, nem fognak egy palotát építeni, ami kedvünk. Valaki, én nem gondolnám azt, hogy nekünk kéne megtervezteni, mert az is pénzbe kerül. Ő, ha kényszerítjük, hogy tervezzen egyet, és a tervtanács megnézés ki tud alakulni akkor is egy valami koncepció. Én azt gondolom, hogy a Strand Kft. Talán összebír annyit egy éves szinten kalapálni hasznot, hogy mondjuk egy tervet kifizessen. Tehát bizottsági beszélünk el. Jó, ha bizottsági beszélünk el, jó? Nem fogadják el, hogy ő ezt nem. Menjen el akkor. Csak ez ugye nehéz, mert a felépítmény az övém. Mit csinálsz? Kártérítési lesz a felépítmény? A bizottság nem beszélünk. Jó, a képviselő testület, tehát lányfalatkösségben hozzájárunk ahhoz, hogy az önkormány kizárólag különböző álló lányfúr termálfölő területnél körülbelül 90 négyzetméteres épület, továbbá az ahhoz kapcsolódó 50 négyzetméteres kertesség bérbeadására pályára kerüljön kiírásra. Kezdjük itt. Én nem gondolom. Én azt gondolom, hogy akkor egy ellenszavazat. Előtte kéne döntenünk, hogy legyen az egészet, és aztán talán.
Egy ellen szavazattal. Na, akkor a bírósági ügynökök megválasztása. Ez 16-os. És akkor jó is volt. Ez is tett nyilvános? Igen, de nincs semmi. Hát ő ugye jelző azt, hogy majd itt beszéltem. Elég hosszú a háttéranyag, hozzá próbáltuk rövidíteni. Fölkért minket az Országos Bírósági Hivatal, hogy április 30. napjáig a testületek válasszanak, vagyis választásra javasoljanak a településükről bírósági ülnököt. Mi ugye a szabadeljárási bírósághoz tartozunk, tehát a bírósági ülnökök majd ott fognak tevékenykedni. Tehát én ahogy megérkezett ez a felhívás, újságban, honlapon, minden fórumon próbáltam elérni azt, hogy lehetőleg több lányos értesüljön erről a lehetőségről. Két jelölés érkezett, Bálint Józsefné és Molnár Marki Zsuzsanna. Molnár Marki Zsuzsanna azóta már csatolta az erkölcsi bizonyítványát is. Ez nem feltétlenül most a megválasztásnak, úgy is fogják tőle kérni a Bálint Józsefnétől is majd az erkölcsi bizonyítványt. Elküldtem az oktatási intézményeknek is, ugyanis pedagógus ülnököt is lehetett volna jelölni, de ilyen jelölés nem érkezett. És akkor csatoltuk a jelöléseket is, a képviselőtestület arról dönthet, hogy ugye javasolja az ő megválasztásukat, vagy sem. Köszönöm. A Bálint Józsefnéről ugye a hívóról, és a Molnár Margit Zsuzsannáról lehet egy pár szót tudni esetleg, hogy felejtő. De hogy mégis több ismerik, én nem tudom, hogy rávezet is kis, hogy kérdőm. Hát az a hölgyek, mikor meg is volt a polgármester itt, ő sírt a szociális kérdőm, és volt felepezés. Ott lenne Akátos utca környékén lakott, és itt volt. És őt jelölték? Igen. És őt jelölték? Nem. Hogy ő jelentkezett. Ő jelentkezett. Jó. Meg a Bálint is. Hát valami jelölés már akkor jelölnek, hogy ők is szeretnek. Kegyét ellenhatás ők ebből. Nem biztos, legalább látjuk, hogy tényleg próbál valamit csinálni. Hát nem biztos, hogy nem mi döntünk ebben a kérdésben, mi csak javasoljuk. Peten? Szerintem mindenkinek adjuk meg a lehetőséget, ugyanis arról van szó, hogy nem, majd valaki kiválasz. Tehát nem megyünk bele, valaki egyre kevesebb, mindenki elkezdett dolgozni, akkor rendben van. Nagyon kevés pénz, ez valami 4500 forint ügyenként, tehát az azt jelenti, hogy legjobb esetben is 12000 forint körül pénzt kapnak az ügynökök, ugye, ha a sok per van, erről szól a történet. Én szerintem mindenképpen fogjuk meg a lehetőséget, és készen szerintem egy korrekt dolog, és ezért már mehetünk is következni. Jó, tehát akkor látjuk, hogy a nagyközségek akarnak képviselni, nem szerint külön tárgyat, vagy fognak kell a bevenni? Ha kírja a testet, a külön szavaz. Nem, hogy a bíróság elfogadja így a kettő. Ha egységes lesz a döntés, akkor elfogadja. Oké, látjuk, hogy a nagyközségek képviselni, bárint József tisztületet Rácz Julianna, a Hitoszalú 1955-12-kor 18-án, Fábián Julianna, lakóhely, Leánycsoló Gózsányi utca egybe rá, és Molnár Margit Zsuzsanna, születik Szexárt, az 57. Pózson 6, a feleségeket persze elköszönteni. Rókai Margit lakhely, 2000 lányzó elkerkői állott, személyére tett jelöléseket elfogadja, a bírósági ülőknek való megválasztásokat támogatja. Kérdele egyet? Köszönöm szépen. Igen. Egy hangnak, akkor nem a választásban kezdek itt.